Sziasztok srácok, én Lucky vagyok, és üdvözlök mindenkit a következő Manager Karriermód videónkban. Jelenleg úgy tartunk, hogy elég szépen néz ki amúgy a csapatunk, és a bajnokságban a második helyen állunk. Ez egy elég szép fejlődés, mert eléggé nem indultunk be olyan jól a szezon kezdetén, de most már csak 4 pont a lemaradásunk a Juventushoz képest. Ez gyakorlatilag igaz, hogy 2 meccses lemaradás jelent, de szerintem képesek leszünk felvenni velük a versenyt, de amúgy elég szoros itt a mezőny elől, mert egy-egy ponton van lemaradva a Róma meg a Nápoli, 2 ponttal a Láció, és 3 ponttal pedig a Milán. Szóval ez az első 6 itt eléggé stabil, kérem szépen. A Genoát fogjuk fogadni amúgy a következő mérkőzésen, de előtte nézzük meg, hogy milyen edzések vannak itt. Hát edzem akkor ezeket a nagyon fiatal csávókákat, annak reményében, hogy majd el tudjuk őket adni, mert ha jól emlékszem, ugye az a mi kis targetünk, objektívünk, nem tudok rá menni. Megérkezett a 2020-as vadonatúj Lucky Rombusz minta, póló, pulcsi, egérpad, táska, és még rengeteg minden a vidosbolt.hu/Lucky oldalon. Szóval az az elvárásunk, hogy 3 millió profitot szerezzünk be fiatal játékosok eladásából, de amúgy jól állunk elvárások ügyileg, mert ezt már megcsináltuk, ezt is megcsináltuk, és ez még kritikáit, azt mondja, hogy a Nemzeti Kupában a negyed döntőbe kell jutnom, a szériában top 4-be kell végeznem, és 2 szezonon belül nyerjem meg a ligát, ez szerintem teljesen benne van a pakliban, illetve a kontinentális sikerek elvárások az pedig elődöntő az UEFA Bajnokok Ligájában. Tényleg, hogy állunk a BL-ben? Igen, megvoltak a csoportmérkőzések, 2 ponttal sikerült a Dortmund előtt végezni, viszont azt még gondolom nem tudjuk, hogy ki lesz az ellenfelünk. Talán most sorsoltak, vagy mi ez a hír itt? FC Bayernnel sorsoltak minket össze a Bajnokok Ligájában, és hoppá, 85-ről hirtelen felugrottunk 90-es besorolásra, mint menedzserek. Na, az a helyzet, hogy elveszhetünk 2 játékos, Padellit, illetve Bernit, és Valerót pedig sikerült eladni. Szuper, ennek is nagyon örülünk. Padellit talán megpróbálhatnánk megtartani, hát nem. Nem, inkább szerintem a következő szezonban igazolni fogunk egy cserekapust. Igazából egyelőre Hándor is szerintem még abban a korban van, hogy tudja hozni a tőle elvártat. Hát sajnos a Juventus meg a Napoli is nyert, szóval nekünk is győzni kell, hogyha tartani akarjuk velük a lépést. A legerősebb kezdőcsapatunkkal lépünk pályára. Le szeretném szimulálni ezt a meccset, most szeretnék haladni, el szeretnék ebben a videóban jutni a téli játékozási szezonig, és meg is nyertük ezt a meccset Havertz meg Gabriel Jesus duplájával. Silveria, illetve Castro-nak is sikerült fejlődnie. Szuper, és most meg kéne nézni, hogy mennyi az értékük ezeknek a játékosoknak, hogy ha már most eladnánk őket, hát ez 70 ezer, ez meg 1 millió 100 ezer. Az már viszont nem rossz, az akkor 1 millió 170 ezer jelenlegi profitunk, hogyha eladnánk őket. Ja, még azért húzni kell rajtuk egy kicsit. Na de jöhet a téli szünet, szóval ezt gyorsan itt átskippeljük, itt valószínűleg nem fog semmi izgalmas történni, és akkor jön a Fiorentina elleni összecsapás. Ezt akkor szerintem lejátszuk, oké, srácok, viszont megkerestek. Ez a elefánt csontpart. Hát, köszönöm szépen, de rejectelem. És akkor most jöhet a videónk első olyan meccs, amit le is játszok. Firenze lesz a mérkőzés helyszíne. Jöjjön a Fiorentina Internazionale összecsapás, és szerintem egy kicsit ilyen tartalékos kezdővel fogunk pályára lépni, szóval előveszem a B-keretet, így van, és let's go. Szakad az eső, és tocsog a pálya, itt dagonyázás lesz, van egy olyan megérzésem. Azt továbbra se felejtsétek el, hogy még mindig világklasszis nehézségi szinten játszunk. Ebből nem fogunk se lejjebb, se feljebb menni, ez Handanovicsnak easy pickings. Oké, szép. Az is nagyon szép, és akkor itt... Oké, Gabriel Jesus, gólhelyzet! Gól! Szed ki Mohoz! Gabriel Jesus úgy kipokhálozta azt a bal felsőt, ami a jobb felső, semmi probléma, 1-0 ide. Oh, nagyon szép volt az a fordulás Gabriel Jesustól Martinezzel, nagyon szép az összjáték. Kandreva, behúzzuk, mutasd meg Kandreva, így van, ballal tekerünk, nem volt az úgy sajnos jó. Ide visszapasszolom Dominiknak, hopp, és elrúgjuk. Megpattant, nem volt rossz próbálkozás.
Dominik! Szép zsuga volt, de sajnos nem találtuk el a kaput. Meg kéne néznem mondjuk, hogy milyen lábas a magyar csillagunk. Jobb, oké. De szép! Gabriel Jesus 15 méter, 2-0! Megint Lautaro Martinez gólpassz, és megint Gabriel Jesus gól. Ez a kettő nagyon érzi egymást, bum, ott a labda. Nagyon szép volt. Leveszi, és kilövi megint a jobb oldalát a kapunak. Szoboszlai ott indul, és Dominik gólhelyzetbe kerülhet, hogyha be tudja futni. Be tudja, Szoboszlai! Nem tudja befejezni! Ez az, Martinez megtartja a labdát. Itt van mellette Sensi. Kapja vissza Martinez, szép, Martinez a rövid sarkot megcélozza és be is vágja. Gólt is szerez a kettő gólpassza után Lautaro Martinez. Immáron 3-0 és már csak 10 perc van a végéből, végéig. Azt hiszem az érdemi kérdések ezen a meccsen eldőltek. Szép. Hello! Frank Ribéry próbálkozott egy tekeréssel és nem is volt csúnya a felső lécen. Csattant a labda. Oké. Ez az, jön Dominik, és elviszi. Gyerünk Dominik, Szoboszlai, rugassunk Dominikkal egy gólt. Bum, 16-ról! Mellé ment sajnos Dominik próbálkozása. De nem sokkal. És ha minden igaz, itt van a mérkőzésnek a vége, tehát 3-0-ás idegenbeli győzelem sikerült Firenzében. Ez nagyon szuper, ez nekünk nagyon jó jött, kellett ez a 3 pont, mint egy falat kenyér. És amúgy a következő mérkőzésünk az egy Napoli elleni rangadó lesz. A meccs utáni interjút akkor most csináljuk meg, egy kicsit a csapat morált azért nyomjuk fel. Mit gondolok Gabriel Jesus remek teljesítményéről? Hát impresszív, elég impresszív teljesítmény volt ez tőle mindenképpen. Meddig gondolod tartani ezt a győzelmi szériát? Hát we can go all the way, végig baby, ameddig csak tudjuk. És van-e valamilyen tanácsom Fiorentinának? Keep trying baby, próbálkozzanak, de hát most nem fogom itt interjúban leszinni őket, hogy hát igen, tényleg nem vagytok egy szinten velünk. Bár mondjuk ez igaz volt, de ettől függetlenül nem mondhatunk ilyeneket. Na, jött egy ilyen a fiatal játékosainkról egy riport, ő még mindig 83-tól 94-es potenciállal rendelkezik. Ő 75-től 93-ig, Castro-t amúgy lehet el kéne engedni, nekem az az érzésem. És ez a srác pedig hát 74-től 94-ig, nem tudom, mindegy, Silveriára kell ráfeküdni mindenképpen szerintem. Ja, elengedjük őket, rilézeljük. És akkor Silveriára próbálunk ráfeküdni, hogy egy kicsit feljebb toljuk az ő értékét, és akkor meglejön az elvárt szint. Hát őt rejecteljük. 15 éves, hát próbálkozzunk meg vele, oké, ő reject, ő is reject. És 16 évesen, hát kapus. Próbálkozzunk meg vele, aztán majd kiderül a jövőben. Rendben. Szóval, jelenleg ez azt jelenti, hogy megnyílik a téli átigazolási szezon. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi, mekkora büdzsénk van most nekünk arra, hogy igazoljunk új játékosokat. Hát nem sok. Gyakorlatilag szerintem egy játékos tudnánk max igazolni. Nem tudom őszintén, szóval lehet, hogy nem is fogunk igen igazolni ebben az átigazolási szezonban, inkább majd nyárra tartsuk meg ezt a maradék pénzt. Viszont ezt nem tudom, döntsétek el ti hozzászólásban, de mondjuk tényleg nincsen nagy büdzsénk, csak akkor lenne, hogyha el is tudnánk adni valakit. Mindegy, a Napoli elleni összecsapás fog következni idegenben, viszont lehet, hogy megpróbálok egy szimulálást. Ez lehet, hogy elég nagy hülyeség lesz, de mindegy, erős kezdőnkkel nyomjuk a Napoli Inter szimulálva. Ajajajajajaj! És nyertünk! Havers duplájával behúztuk idegenben a Napoli ellen. Oké. És akkor berakjuk ide Silverián, neki lesz 3 edzése, és akkor kit edzünk még? Ezt a 16 éves kapust szerintem megpróbálhatjuk mondjuk egy kicsit felhúzni, hát ha tudunk vele majd valamit kezdeni, vagy kezdőbe berakni, vagy pedig eladni majd egy kis zseton érdekében, de egyelőre az a lényeg, hogy edzük, rendben, és neki 110 000 euró az értéke, Silveriának még mindig
1.100.000. Na és hát akkor toljuk, megy január, megy nagyba, kíváncsi vagyok, hogy a következő mérkőzésünk ki ellen lesz. Az Atalanta. Az Atalanta jön hozzánk, vagy mi megyünk? Hogy lesz? Jön hozzánk, és Sensi üzent nekünk. Nagyon jó formában van, és szeretné, hogyha nem a padon ülne. Ez szerintem ez egy megfogadható tanács. Martinez meg Brozovic miért fejlődött lefelé? Nem tudom, ez nekem most elég érdekes, de ettől függetlenül jöhet a mérkőzés. A gyönyörű Giuseppe Meazza stadion Milánóban megtelt, hogy fogadja a kettő kék-fekete csapatot. Ott vannak az Atalanta drukkerek, itt láthatjuk a kezdőket, hát ezt eszkippeljük szépen. És hát akkor győzzön a Jobbik! Tartsuk meg, így van Gabriel Jesus, és itt érkezik szélen Politano segíteni. Ballábbas áttesszük, nem tettük át, de mindegy, Lukakuhoz kerül a labda és mellé! Lukaku, hoppá öreg, és Gabriel Jesusnak kiadjuk, oké, vissza Lukakunak, Lukaku gólhelyzet! Jaj, de rossz helyre rúgtam azt a labdát! Gondban lehetünk, Duván. Na, kicsit gondolkodik, hogy mit csináljon, aztán befelé fordul, Murielnek vissza. Oké, Muriel kapura fordul, beadja Papu Gomeznek, Handanovic véd egy nagyot, és utána mekkora kapufa! Te jó ég, ajtó, ablak, helyzetet nem sikerült az Atalantának gólra váltani. Na hát ez most az Internek egy ilyen wake-up call lehetne, hogy azért szedjük össze magunkat, ilyen helyzeteket ne adjunk már nekik. Atya ég! Duván labdával, Handanovic hatalmasat véd megint. Eddig egyértelműen Handanovicon múlik az, hogy nem vezet az Atalanta, de azért nekünk is voltak helyzeteink, de ekkorák azért nem. Duván a labdával, és már megint gólhelyzet alakulhat ki a hazai kapunál Handanovic oldalra. Duván egy szép gólt akasztott, és gondban vagyunk. Gondban vagyunk, mert vezet az Atalanta, és őszintén szóval egyértelműen megérdemeltem. Hogy élesebbek, élesebbek, és ez egy nagyon szép lövés volt. Kíváncsi vagyok egy másik szögből is, hogy hogy esett be. Kicsit Handanovic kinnál a kapujából, és atya ég! Gabriel Jesus mellé! Nabria szélen, gyerünk baby! Na, most mutassunk valamit, ott Lukaku elrobog. Oké, okay, várnék még emberekre, de... eléggé nehézkes felérniük, jól van vissza, az lehet, hogy már les volt. Az bizony les. Nem volt les, nem volt les! Egy-egy! Hú, olyan furcsán mozgott a kamera, mint amikor lesnél szokott, de úgy néz ki, hogy Gabriel Jesus a les határról indult. Aha, szép. Szépen bevágtuk, oké? Okay. Eladott labda a saját 16-osunknál, és büntet az Atalanta. Hihetetlen mekkora hiba. Hát továbbra is fel van adva a lecke, srácok, 2-1-es vendégvezetés a Giuseppe Meazzában. Behozom Barellát Sensi helyére, és egyelőre ennyi. Oké, okay, Lukaku le tud fordulni, Lukaku ballol és be is vágja! Jól van, fogd meg azt a labdát, fiam! Ne, jó, nem fogjuk meg, akkor mindegy. 2-2, gyerünk! Duván Zapata most lepasszolja Gomeznek, és Gomez lő, Handanovic ki tudta még azt kapni. Gomez a labdával, Gomez jaj, bepasszolja középre, Duván Zapata pedig berúgja a harmadik gólját. Hát ezt már nem hiszem el. Lukaku helyett behozom Lautaro Martinezt, mert Gabriel Jesus az előző mérkőzésen azért elég szépen össze tudtak játszani. Remélem most is tudnak valami hasonlót mutatni. Barella. Jó, Barella, 16-ról elsuvintjuk, azt a betyárját, mekkora bomba! 3-3, még mindig nincs vége ennek a meccsnek. Megvan a labda, és talán még egy támadás végig tudnánk vinni, de nem jó az a passz, így vége. Inter Atalanta 3-3, őszintén szóval eléggé igazságos döntetlen született. Meglepődtem, hogy hogy játszott most ez az Atalanta, és természetesen Zapata lett a meccs embere, hát nem semmi gólokat akasztott. Kihagyjuk a meccs után interjút, nincs most erre szükségünk. Sajnos ez még fájhat, hogy nem sikerült behúzni ezt a mérkőzést, de várjunk meg azért, hogy mit játszott a Juventus. Hát igen, ahogy várható volt, ők behúzták, így növelték az előnyüket, 6 pont most a különbség a két csapat között. Nagyon robog a Juventus, és nehéz lesz őket utolérni, ebben biztos vagyok, de mindenképpen meg fogjuk próbálni, mi azon leszünk, hogy már itt az első szezonunkban
megnyerjük a Scudettót. Nyilván, mi hangsúlyozom, ez nagyon nehéz lesz, főleg így hát világklasszis nehézségi szinten. Főleg Sensi pedig köszöni, hogy gyakorlatilag adtunk neki lehetőséget, megdicsérjük. Olasz kupa mérkőzés fog következni, a Cagliari ellen 8-at döntő. Szerintem, hát félig, akkor lejön a B keretünkkel, megpróbáljuk leszimulálni. Az a nagy probléma ezzel, hogy az elődöntőig ezek csak egy meccses, kieséses meccsek, de a Cagliarit meg tudtuk venni 4-0-ra, hála Istennek, szóval megyünk a negyed döntőbe. Majd a Lecce elleni olasz bajnoki mérkőzés fog következni, most értünk tehát körbe, most ment le a szezon fele, igen, 19 meccsnél vagyunk, és második helyen vagyunk 6 ponttal a Juventus mögött, ez szerintem egész jó, ez egész jónak mondható, szóval nagy problémákkal jelenleg nem küszködünk. Azt kéne megnézni, hogy ki ellen fogunk játszani az olasz kupában. A Milánnal fogunk a négybe jutásért versengeni, azért az nem semmi, és Atalanta, Roma, Napoli, Sassuolo, illetve Juventus, Lazio párosítások vannak még. Szerintem izgalmas lesz az az olasz kupa mindenképpen, ugyanúgy, mint az olasz bajnokság, és bajnokok ligája is majd nem sokára ugye beindul a 8-at döntőkkel, ahol a Bayern Münchennel fogunk játszani, de ez a videó most egyelőre ennyi. Írjátok meg nekem, légy szíves srácok, hogy jelenleg ebben az átigazolási szezonban ezzel a kevés pénzzel megpróbáljunk-e valakit leigazolni, mert hát van még pár nap hátra, és jelenleg a keretem megmutatom, hogy néz ki. Tehát ilyen a kezdőnk, Politano, Barella, Fabinho, Havertz, Gnabry, a hozzászólásaitokat, ha tetszett az a videó, mindenképpen lájkoljátok! Én Lucky voltam! Szevasztok! Szoboszlai, Esposito, cserekapusunk is van, meg a Bastoni is be tud állni CB-be, és még ezen felül van egy Sanchezünk, aki beszámítható, D'Ambrosio is CB-be nyugodtan játszhat, szóval írjátok meg, hogy szerintetek próbáljunk-e valakit elhozni, ilyen fiatal tehetséget, max azt tudnánk ennyi pénzért, szóval várom!